Több ingyenesen hívható lelki szolgálat működik országszerte, ahol a bajba jutottaknak, bezárkózni kényszerült embereknek nyújtanak támaszt a telefon másik végén ülő önkéntesek. Hello, miben segíthetek? Az általunk megkérdezett szakember azt mondja, egyre több és egyre kétségbe esettebb hívásokat kapnak az utóbbi hetekben. Azt érzékeljük, hogy most van egy erős befordulás, egy, egy bezárkózás, és attól tartunk, hogy egy olyan komoly depressziós hullám várható itt, vagy már ennek látjuk is a nyomait, amit hát jó lenne megakadályozni. A délután alapítvány munkatársait például minden nap délután 6 és este 9 között hívhatják ingyenesen az alábbi telefonszámon. Az önkéntesek szerint aggodalomra ad okot, hogy az amúgy is valamilyen szertől függésben élők a bezárkózás időszakában gyakrabban nyúlnak a pohárhoz vagy egyéb tudatmódosító szerekhez. Minden ö, pótszer az valójában az emberi kapcsolatokat, a, az élő kapcsolatokat helyettesíti. Ugye az, az fordul alkoholhoz, nyugtatóhoz, droghoz és bármi máshoz, ö, aki nem tudja a, hogy mondjam, normális emberi kapcsolatait rendezni, életben tartani, nem tud abból erőt meríteni, hogy van neki valakie. Nyilván amikor ezt a, a korlátozások megnehezítik, akkor egyértelmű, hogy ami otthon van, ahhoz fog nyúlni. És nem számít ritkaságnak, ha éppen valamilyen szerhatása alatt szabadulnak el otthon az indulatok, és válnak a gyengébb családtagok családi erőszakáldozatává. És ez egy ördögi kör, mert ha össze vagyunk zárva, és idegesít a másik, és akkor elkezd inni, és akkor attól még idegesítőbb és még agresszívebb lesz. Sajnos ezek a telefonok is érkeznek egymás után. A lelkisegész szolgálat munkatársai ilyenkor olyan civil szervezetekhez irányítják a betelefonálókat, akik kifejezetten a bántalmazott nőknek nyújtanak támaszt, és akik akár a menekítésben is tudnak segíteni. A függőséggel élőket pedig a megfelelő szakemberekhez irányítják.